Hát tanulságos volt ez a beszélgetés. Jóját Krisztián, a Stratégiai Védelmi Kutatóintézet munkatársa a vendégem. Szervusz! Szervusz, jó reggelt kívánok! Hát ugye a Kreml tartja magát ahhoz, hogy nem fog támadni. Tehát, hogy ez a helyzet marad így, ez csak katonai fitoktatás tulajdonképpen, ami itt most történik a gyakorlatban. Viszont Joe Biden amerikai elnök viszont azt mondja, hogy már februárban lehet számítani arra, hogy kiélesedik a konfliktus és háborús helyzet áll elő. Hát azt gondolom, hogy egy dolog az, amit a Kreml mond, az orosz vezetés, meg más dolog az, amit csinál. Tehát azt látjuk, hogy annak ellenére, hogy immáron tárgyalnak a felek egymással, sőt ugye megkapta az orosz fél az írásos választ, és azokra az orosz szerződés tervezetekre, amikben ugye elfogadható biztonsági garanciákat követelt maga számára, ugye az Egyesült Államok, illetve a NATO vonatkozásában adtak át az oroszok még december 15-én egy-egy szerződés tervezetet. Erre megérkezett a NATO, illetve az Egyesült Államok részéről is a válasz. Ugye ezzel, vagy ennek ellenére ugye azt látjuk, hogy az elmúlt néhány napban is nőtt a feszültség az ukrán határ közelében. Ugye a haditechnika, ami már hónapokkal ezelőtt előre lett tolva a határa, ahhoz most úgy tűnik, hogy beérkezik a személyi állomány is. Ugye Belarusban február 10 és 20 között lesz egy nagyszabású orosz-belarusz hadgyakorlat. Már most annyi orosz katona került átdobásra Belarusz területre, ami minden korábbinál több, tehát a szovjet időkhöz képest ugye soha nem volt még ennyi orosz katona Belarusz területen. Tehát azt gondolom, hogy egy dolog az, amit az orosz fél mond, és láthatóan más, amit csinál. Amit csinál. Ugye 2014 óta nő folyamatosan az orosz jelenlét ugye az ukrán határnál. Bármikor élesedhetett volna 2014 óta is ez a helyzet. Miért most csúcsosodik ki? Azt gondolom, hogy itt több dolog esik egybe. Ugye azt látja az orosz fél, hogy Ukrajna valószínűleg a belátható időben nem lesz a NATO tagja. Ennek ellenére az elmúlt két évben jelentősen nőtt Ukrajna kapcsolata különböző NATO országokkal, így az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság vonatkozásában elsősorban. Ukrajna olyan fegyverrendszereket, fegyvereket kap, melyek adott esetben hosszú távon átbillenthetik a katonai erő egyensúlyt nem Oroszország és Ukrajna vonatkozásában, hanem Ukrajna és az úgynevezett szakadárok vonatkozásában. És Oroszország számára ez is elfogadhatatlan, tehát nem csak az jelent vörös vonalat Oroszország számára, hogy Ukrajna a NATO tagja lesz, hanem az is, hogy adott esetben mondjuk a NATO katonai alakulatai, vagy NATO országok katonai alakulatai megjelennek ukrán területen, illetve az, hogy különböző fegyvereket kap Ukrajna. Ugye 2014 óta 2,7 milliárd dollár katonai segélyt kapott csak az Egyesült Államok részéről Ukrajna. Ugye itt a fő kérdés mindenki számára, hogy mikor fog, vagy mikor várható az, hogy valóban valami történik, mert hogy arra mindenki nyilván szeretne felkészülni, főleg aki itt a közelben van. Vannak olyan hangok, akik azt mondják, hogy erre akkor kell számítani, tehát a konkrét kiéleződésre, hogyha amerikai katonai installációk fognak megjelenni ott konkrétan Ukrajnában. Tehát, hogy az egy olyan vörös vonal, amikor valami történik. Ugye ez volt az a konkrét vörös vonal, amit Putyin december végi beszédében megfogalmazott. Ugye látjuk, hogy az Egyesült Államok részéről egyáltalán nincs is erre szándék, sőt Biden elnök gyorsan reagált is Putyin ezen kijelentésére, és mondta, hogy ez egyáltalán nincs tervben, hogy ilyen fegyvereket telepítenének ukrán területre. De hát ismétem, tehát más az, amit az orosz fél mond és amit csinál. Ugye az orosz fél, az orosz külügyminisztérium az elmúlt másfél évben egyre erőteljesebben kommunikálja azt, hogy az ukrán vezetésnek be kellene tartani a Minszki megállapodásban foglaltakat, és erre rá kellene kényszeríteni az Ukrajna európai szövetségeseinek is, tehát a normandiai formátumban tárgyaló Párizsnak és Berlinnek is Ukrajnát. Tehát ez a követelés, ez továbbra is ott van. Látjuk, hogy az elmúlt hetekben tárgyaltak Párizsban, a normandiai formátumban Ukrajna, Oroszország, Németország, illetve Franciaország képviselői. Tehát azt gondolom, hogy ez a nyomásgyakorlás is ott van, és hát ne felejtsük el, hogy október óta nő az orosz katonai jelenlét az ukrán határ közelében. Tehát azt gondolom, hogy nem feltétlen van összefüggésben az, amit Putyin mond, tehát, hogy mi az, ami számára elfogadhatatlan, illetve az, ami történik az ukrán határ mentén. Ja, sokan mondják, ugye, hogy a Minszki egyezmény, ami alapvetően Ukrajnának nyilván egy kedvezőtlen helyzet lett volna, hogyha abba beleegyezik, vagy ha ez a megállapodás megkötetik. De, hogyha ez így lett volna, akkor az nyilván egy megoldás lett volna mindenre, most nem állna ez a helyzet elő.
Igen, ez egy Oroszország számára elfogadható megoldás. Ugye fontos azt látni, hogy a második Minszki megállapodás aláírására 2015. februárjában került sor, amikor az ukrán haderőt gyakorlatilag Debalcevónél bekerítették a szakadárok, jelentősen megtámogatva egyébként orosz reguláris erőkkel is, tehát ez egy kikényszerített fegyverszünet és megállapodás volt. Ukrajnának nem nagyon volt más választása azon a ponton, mint hogy aláírja ezt. Ugyanakkor, hogyha orosz értelmezés szerint kerülne implementálásra a Minszki megállapodásban foglaltak, akkor az gyakorlatilag az ukrán szuverenitás megszűnését jelenteni, hiszen azt várják az oroszok, hogy Ukrajna alkotmánymódosítással váljon egy föderális állammá, hogy a két szakadárentitástnak adjon különleges státuszt, és ezzel a különleges státusszal integrálja vissza ezeket az entitásokat Ukrajnába, és ugye Oroszország számára ez lehetővé tenni, hogy ezeken az orosz barát vezetéseken keresztül gyakorlatilag blokkolja Ukrajna euróatlanti integrációját, illetve ugye általában az ukrán külpolitika felett egyfajta vétót élvezzen. Ez nyilván bármely ukrán vezetés számára elfogadhatatlan, úgyhogy itt nem nagyon látszik az, hogy milyen kompromisszumos megoldás lehetne. Ugye Ukrajna geopolitikai jelentősége, ezzel mondjuk egy mondatban összefoglalható, hogy kinek fontosabb, nem a NATO-nak. Nyilvánvalóan Oroszország számára, tehát Oroszország Ukrajnát mindig is a hatalmi érdekszférájának részeként értelmezte. Ugye a kijevi ruszhoz három mai államnak a bölcsője, Oroszországi, Belarusi és Ukrajnái. Tehát van egy nagyon erős érzelmi kapcsolat is Ukrajna iránt, de hát azért azt ne felejtsük el, hogy itt mégiscsak egy 40 milliós országról van szó, területileg pedig Európa legnagyobb államáról. Tehát azt gondolom, hogy Ukrajnát is megilleti az a szuverenitás, hogy eldöntse, hogy hova kíván tartozni. Ukrajna 2014 óta láthatóan egyértelműen amellett foglalt állást, hogy ő az euróatlanti integrációban képzeli el jövőjét, és azt gondolom, hogy annak fényében, ami 2014-ben történt, tehát a Krím annektálása, illetve a kelet-ukrajnai háború felszítása orosz részről, azt gondolom, hogy teljesen érthető, hogy Ukrajna, az ukrán vezetés az a NATO-ban látná biztosítva a függetlenségét Oroszországtól. Orbán Viktor miniszterelnök, ha jól emlékszem, múlt hét kedden volt tárgyalni Oroszországban Putyin elnökkel. Ennek a beszélgetésnek, ennek a tárgyalásnak mi volt az eredménye, és Magyarországra milyen hatásai lehetnek tulajdonképpen ennek a konfliktusnak? Ugye a tárgyaláson, ugye a hivatalos tájékoztató alapján, ugye nyilvánvalóan elsősorban gazdasági kapcsolatok mélyítése, különböző gazdasági projektekről volt szó. Az, hogy mi lehet ennek a válságnak a hatása, nyilván az attól függ, hogy pontosan mi lesz ennek a kifutása, hogyha egy katonai agresszióra kerül sor, nyilván annak a léptékétől is függ, hogy hogyan fogja Magyarországot érinteni. Nyilvánvalóan, hogyha egy nagy léptékű katonai támadásra kerül sor Oroszország részéről, akkor megindulhat egy menekült hullám Magyarország irányába, elsősorban nyilván a kárpátaljai magyarok fognak megindulni Magyarország felé, illetve hát nyilván ennek lesznek különböző gazdasági vonzatai is, hiszen nyilvánvaló az, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió is nagyon komoly gazdasági szankciókkal fog erre válaszolni, tehát ez is érinteni fogja Magyarországot, ahogy várhatóan majd az orosz fél is különböző más gazdasági lépéseket tesz majd, amik szintén kihathatnak Magyarországra és az egész Európai Unióra nézve. Igen, ezek tehát a lehetséges szenáriók Magyarországra nézve. Alapvetően az orosz-ukrán konfliktus lehetséges kimeneteleiről mit tudunk elmondani? Mik jöhetnek szóba, milyen helyzetek? Hát azt gondolom, hogy a legoptimistább forgatókönyv az az, hogy sikerül a feleknek tárgyalásos úton rendezni a kérdést, megállapodni valahogy. Hát a tárgyalások folynak, ugye amerikai részről is olyan konkrét válaszok érkeztek az orosz biztonsági követelésekre, ami azt gondolom, hogy ami alapján az orosz fél sem mondhatja azt, hogy nem folytattak volna az amerikaiak jóhiszemű tárgyalást és érdemi tárgyalást Oroszországgal. Nyilván az orosz követelések egy része olyan, ami teljes mértékig irreális, ezt nem fogja sem az Egyesült Államok, sem a NATO teljesíteni, és ezzel minden bizonnyal az orosz vezetés is tisztában van. Éppen ezért nem tudhatjuk, hogy orosz részről mennyire őszinte a hajlandóság a megegyezésre, vagy ők mindenképpen katonai úton fogják új helyzet elé állítani Ukrajnát, illetve a nyugati szövetségeseket. Tehát el tudok képzelni egy olyan forgatókönyvet, hogy lesz egy katonai agresszió Ukrajnával szemben, ami majd egy új megállapodáshoz vezet, aminek teljesítése esetén esetleg Oroszország kivonulhat majd a megszállt területekről. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sokféle kifutása lehet ennek a történet.
történetnek, az elmúlt hetek nagyon jelentős további csapatösszevonásainak fényében azt gondolom, hogy egyre inkább negatív forgatókönyv valószínűsíthető sajnos. Jó járt, Krisztián, én köszönöm, hogy beszélgethettünk és befáradt hozzánk. Én azért bízom a legbékésebb kimenetelben. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget, és nyilván én is bízom benne.